Hölgyeim és uraim, szép jó estét kívánok! Időnként látnak nálam egy olyan nagyon elegáns kis dossziét. Ez nekem a sugógépem, tetszenek tudni. Nem használok sugógépet, nem is szerettem, nem is igazán. És most nem kell használnom, bevallom őszintén, mert most már csak az a dolgom, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem azt a két művészt, akik önök már jól ismernek. Mégpedig a Cimbali Band két kitűnő tagját, Unger Balást, a népművészet ifjú mesterét és kedves testvérét, a gitárművész Unger Gergőt. Szervusztok, Isten hozott benneteket! Isten hozott. Szervusz, Gergő! Parancsolj, foglaljatok helyet! Tessenek nyugodtan, bátran tapsolni, hiszen megérdemlik. Jól ismert nevek ők, kérem szépen. Cimbali Band. Az első kérdésem, és tudom, hogy majd furcsán fogtok rám nézni, mert hát ennyi logikája nincs egy műsorvezetőnek, hogy nem tudta kitalálni. Én ugyanis kutakodtam, hogy vajon miből eredhet a Cimbali Band elnevezést. Hát megtudtam, a kedves Balázs, ugye a népművészet ifjú mestere, hát ha cimbalom művész, hát, hogyha az ő nevéből ered ez, hogy Bali a becenevet talán, nem tudom, legalábbis én szólíthatlak így, ugye? Így van. És ebből lett tényleg a Cimbali Band? Így van, így van. Régen, még mikor a Cimbali Band nem volt meg, akkor a Magyar Állami Népi Együttesnél játszottam, és ott aggatták rám ezt a nevet az ottani táncosok, mert hogy Cimbalázs, Cimbalmos Balázs, Cimbalázs, aztán pedig Cimbali, így röviden ez lett, bár sokan keverik az olasz kávéfőző gépnek a nevével. Hát milyen jó, hogy öcséd van neked, és nem Cimgergőben, vagy nem tudom, micsoda lenne ennek az együttesnek a neve. Cimgeri. Cimgeri, ki Cimgeri Band. Vagy még gitárban, és Cingárom mindenképpen, mint én. Azért az erős. Lesz még részünk itt szójátékban, én azt hiszem, de azért beszéljünk sokkal fontosabb dologról, és egy kicsit komolyabb hangvételt üssünk meg, hiszen én tudatlanul, persze természetesen utána néztem. De őszintén mondom, amikor a cimbalom nekem eszembe jutott, azért mégiscsak a Rácz Aladár jutott eszembe. Legelőször. És ugye ez nem baj? Abszolút nem. Hiszen? Egy kicsit azért. Kicsit? De gáz. Tudtam, én sejtettem, ha két ungerrel leülök beszélgetni, akkor jobb, hogy én inkább hallgatok, nem kérdezek, hanem hagylak benneteket önálló eset tartani. Hát kérem szépen, ugye az 1920-as években törtőbe is hát nagyon szép darabokat írt. Nyilvánvalóan a ti darabotok nem erre épül. Én örömmel vettem és hallgattam, és hallgatom is majd, mert ez majd később sorra kerül, hiszen itt van már egy lemez, sőt, aztán újabb lemez is, erről majd később beszélünk. Majdnem, hogy saját szerzeményeket adtok ti zömében elő, legalábbis az utóbbi években. Mennyire hát igaz ez? A Cimbali Band stílusa igazából úgy alakult a zenekar összetételéből is, hogy így mondhatni, hogy egy világzenei zenekar vagyunk, hogyha valami polcra fel kell rakni a CD-nket, általában mondjuk egy boltba a világzenéhez kategorizálják a Cimbali Bandet. Mi egy kicsit azért most már azt mondhatjuk, hogy egy kicsit úgy kezdünk úgymond a világzenétől elrugaszkodni, hogy úgy is titulálják a csapatot, hogy cimbalom, rock and roll zenekar, vagy tehát egy kicsit próbáljuk lazábra venni a figurát azért még a világzenénél is és a népzenénél. Legfontosabb missziónk az az, hogy a cimbalmot megismertessük az emberekkel, tehát hogy minél többen megismerjék ezt a gyönyörű magyar hangszert, a cimbalmot, hogy megismerjék, ez nagyon fontos számunkra. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy minél több fiatal tudjon bulizni élő zenére, olyan zenére, amit emberek állítanak elő, és nem gépek. Ez mindenképpen szerintem fontos, mert egész más a kontaktus. Ezért fordulhat elő, Gergő, hogyha mondjuk olvasok véleményeket az együttesről, akkor a legelső megjegyzés az a olvasók részéről, illetőleg hát nyilvánvalóan, akik már részt vettek a koncerten, hogy egyből táncra perdülnék, ez annyira fantasztikus jó. Igen, tehát aki eljön egy koncertünkre, azt szerintem úgy érzi, hogy ugye van egy hát a magyar, illetve a balkáni népek zenéhez nyúlunk leginkább, és ugye azért ez egy jól lüktető dolog, illetve hát benne van mindenkiben zsigerileg, ugye itt a Kárpát-medencében, hogyha egy ilyen taktust hall, akkor azért úgy megmozog mindenkinek a lába, úgyhogy valószínű. Meg hát, ahogy szokták mondani, mondjuk ezt rajongóinktól hallottuk, hogy
hogy mondjuk azért szeretnek minket, mert olyan őszinték vagyunk a színpadon, és ők így, tehát ez a kis empátia kialakul, és akkor... Hát oda-vissza látják, inspirál hogy, minket a dolog igen, igazából. Igen, látják, hogy mi is bulizunk, miközben zenélünk, tehát... Annál jobb a koncert, minél jobban például... Tehát én személy szerint például jobban szeretem a táncos koncerteket, amikor nincsen így bepakolva egy csomó szék és ül a közönség, hanem én sokkal jobban szeretem azt, amikor állnak és táncolnak. Hát először azért mindenkinek furcsa, hogy nem mernek közel jönni, szépen oldalt elhelyezkednek, de aztán amikor kérjük, hogy jöjjenek előre és nyugodtan lehet táncolni, bulizni, énekelni velünk együtt, akkor az mindig egy, általában azok egy eléggé ütős koncertek szoktak lenni. Egyébként Unger Balázs a cimbalom Chuck Berry-ének is hívják. Ezt mikor kaptad ezt a nevet? Hát nem tudom. Lehet, hogy egy előző életemben. De elég rendesen elterjed. Ahhoz képest, hogy nem tudod, hogy mikor. Valamelyik újságíró aggatta rám először, és utána pedig ez így elterjedt ez a dolog, hogy én vagyok a cimbalom Chuck Berry-e, de amúgy büszkén viselem, mert Chuck Berry zenét nagyon szeretjük, úgy mindannyian így a zenekarból. Megtiszteltetés mondhatni azt, hogy így titulálok. Kicsinő amerikai zeneszerző gitáros. Most már csak tudom, mire vagyok kíváncsi, Gergő, hogy megmondja a kacsa járása neki, a már Chuck Berry, mert kacsaszerzmezgása volt a kitűnő gitárosnak. Hát ugye? Szerintem az X-lában megvan van hozzá. Van az a maligám fok, ami után megvan. Igazi rock and roll, ezt emlegettétek. Ezt a műfajban nyilvánvalóan tinédzserkorotok óta beleszerelmesedtetek, és ebből nem is akartok kinőni, vagy pedig szépen gyönyörűen ötvözitek a saját muzsikátokkal. Mindenképpen ötvözzük a dolgot. Hát azért már gyerekkorunktól is hallgattunk rock and roll, tehát azért a szüleink is, akik most itt vannak a közönség soraiban, hát ők is azért köszönjük őket. Rengeteg hanglemez volt otthon, aminek nagy része azért Beatles, Omega, Illés, Hungária, ami az én egyik nagy kedvencem volt, meg a mai napig is még nagyon sokat hallgatjuk, akár a cimbali bendes turnékon, a mikróbuszban előszeretettel hallgatjuk a Hungária számokat, és hát ugye ettől a rock and roll lüktetés azért úgy bennünk van mindenképpen. Hadd jöjjek a sugógéphez, ugyanis idézetet kell olvasnom, és a nagyokat, vagy pontosabban, aki ezt vállalta, az illik pontosan idéznem. Az egyik hozzászóló, azt már tulajdonképpen az előbb már említettem, de ez nagyon-nagyon szép mondat, hogy a cimbali band koncertjén az első 5 perc után nem lesz szükség további marasztalásra. Majd tessenek figyelni, én hiszem, hogy önök majd tanúsítják és megerősítik ezt a dolgot, de ennél egy még szebbet, hadd olvassak a Csík zenekarból ugye Csík Jánosnak a véleményét. Mintha egy szerb anyanyelvül mesélne egy román mesét románul, vagy egy török mesélne el egy török mesét magyarul a zenéje nyelvezetének segítségével. Igazi, valóságos sokszínűség ez a lendületes, pergő ritmusokkal teli muzsika a cimbali bendé. Így van? Aki ismeri, akkor? Hát mi? Hát ha így van, akkor szerintem is. Lokálpatrióták szervezik ezt az estét, a szadai lokálpatrióták, és hát tulajdonképpen ennek mondható Gergő is, te is, a család itt élt, pontosabban, itt vagy Gödöllő születettetek? Itt is azért a család itt él, és mindig hazajárunk azért, tehát attól, hogy Gödöllőn születtem, attól még 3 napos koromban már szadai voltam, azt hiszem, úgyhogy... Én még azon kevesek közé tartozom, akik Gödöllőn születtek, mert azt hiszem utánam lassan, ahogy én megszülettem, be is zárt a szülészet Gödöllőn. Nem tudom miért. Na, lényeghez, hogy szadaiak vagyunk, mindig is szadainak vallottuk magunkat, és hát mindig, mai napig is mind a kettőnknek a személyigazolványában még szadai cím van, és hát hazajárunk ide a szüleinkhez. Most már csak érdekelne, bár az a gyanúm, hogy ezt a szülők tudják pontosan, maguk a szülöttek nem, hogy hány centivel, hány kilóval születtél te, és te mennyivel, Gergő? Ha már szóba hoztad, már ne haragudj. Hát azt hiszem, 3 kiló 20 körülbelül valahogy így voltam. Sugógépre van szükséged, úgy veszem észre. Nem, jó, csak, stimmel, csak a megerősítés. Igen? Néztem ki a közönségbe. És neked, Gergő? Én nem tudom, itt várom, hogy 3,17. Na, 3,17. Az a 3 dek, vagy 3 gramba szerzi. Az megmaradt ez a különbség. Fantasztikus. Igen, a koncerteken mindig azért ez, itt is most is egy kicsit problémát okozott, mert Gerit, mivel hogy 12 évvel fiatalabb nálam, ezért nem tudják hirtelen beazonosítani, hogy ő tényleg a testvérem. Vagy és a fia, vagy... Igen, tehát
általában problémát okoz, és mindig elmondom a koncerteken is, hogy az édes testvérem egy anya, egy apa, és hát azon szerencsés emberek közé tartozom, aki a saját testvérével muzsikálhat együtt, ami egy nagyon jó dolog. És családban két ilyen ember is van, mert én is a testvéremmel. Te is a testvérem? Fantasztikus! Köszönöm szépen, hogy szó szerint vettétek a Derűlátók címet ma este, úgyhogy folytassuk ebben a hangulatban. De azért a hölgyeket se hagyjuk ki a sorból, hiszen a csapatban is van egy hölgy, ugye? Így van, Szita Eszter énekesnő. Igen, kitűnő énekesnő. És ami számomra meglepetés volt szintén a felkészülés kapcsán, hogy számos kitűnőséget olvastam, hölgyeket, akik cimbalom művészek. Igaz, hogy hát nem is annyira a közel múltból, inkább a távolabbi múltból. Hát erről én mint kicsit szakavatottabb mesélnék egy kicsit. Hát az 1900-as évek elején akkor nagyon népszerű hangszer volt a cimbalom. Mai napig is ezt próbáljuk azért, mai napig is próbáljuk népszerűsíteni, de a 900-as évek elején egy olyan fellángolás volt, egy kicsit ilyen nemzeti érzelmű fellángolás, amiben azt próbálták a magyarok bemutatni, hogy amíg a bécsi úri kisasszonyok zongoráznak, a magyar úri kisasszonyok bizony cimbalmon tanultak. Uh-huh. És hát emiatt nagyon sok hölgy megtanult cimbalmozni, és divat is lett belőle. Abban az évben, abban a 10 évben, 1900-tól 1910-ig 10 000 darab sonda cimbalom készült a Magyar Királyi Hangszergyár gyárában, és ez a 10 000 darab cimbalom, ez mind gazdára lelt Magyarország, és hát mondhatni úgy, hogy azokon a területeken lehet gazdára, aminek a zenét mi most játsszuk, tényleg. Tehát mondhatni azt, hogy Prágától egészen Görögországig elterjedt ez a hangszer. Ez a magyar típusú cimbalom, a magyar gyártmányú cimbalom, és hát mint egy nemzeti jelkép volt, és utólag derült ki, hogy például a mi ők nagymamánk is cimbalmozott. De mikor már én elkezdtem cimbalmozni, akkor derült ki ez a turpisság igazából, nagymamám mesélte, és még volt is állítólag, még a háború idején volt egy cimbalom fönt a padláson, sajnos az már nem volt meg, amikor én megtudtam ezt a dolgot. Igazából ilyen a háttere az egésznek, de ezen kívül a mai napig is rengeteg hölgy cimbalmozik. Említhetném itt Herencsár Viktóriát, Szakály Ágnest, vagy tanárnőmet, Béresné Szőlős Beatrixot, akinél kezdtem igazából, tehát egy hölgynél kezdtem el tanulni az Óbudai Zeneiskolában. Ezért mindenképpen egy ilyen érdekes hangszer a cimbalom, hogy a hölgyek is ugyanúgy használják, és érdemes megnézni, hogy a hölgyek is ugyanolyan vehemenciával is tudják használni, mint a férfiak. Például Herencsár Viktória nemrégiben bizonyította ezt több cimbalom koncertjén, hogy milyen virtuóz előadásmódot tud egy hölgy is a cimbalmon. Geri, bár te gitárművész vagy, de szerintem megsértődne egy cimbalom művész, hogyha én most úgy fogalmazok, hogy ez tulajdonképpen a citara egyik fajtája? Ez valóban így van? Vagy pedig tényleg megsértődne? Én nem erősködnék ezzel a gondolattal. Nem, értem. Akkor a távolabb ülök, jó? Kedves, alapvetően a citerának egy ősi kösz. Változata igazából. Kösz. Tehát Bali kösz. Alapvetően a citerának egy változata, bár hogy mondjam, tehát a cimbalmosok azért mégiscsak nagyobbra tartják azért a cimbalmat, mint a citerát. Bár nagyon szeretjük, én is citerán kezdtem el népzenélni itt Szitó Máriánál annak idején, úgyhogy mindenképpen a citera is egy nagyon szép hangszer, de hát a cimbalom azért mégiscsak cimbalom, a magyar zongora. Bejártátok Európát, számos csapattal dolgoztatok együtt, Szalonna zenekar, aztán Galga együttes, és még sorolhatnám, sőt, akkor majd ti soroljátok, de azért a Dress Mihály nevét mindenféleképpen megemlíteném, mert tényleg egy olyan művészről van szó, hogy hoppá, hát hogy illenek össze. Ugyanis ráadásul neki is van, úgy tudom, cimbalmosa a Dess Mihálynak. Így van. Hát egy kicsit helyesbítenék, mert Geri, amikor ezek történtek, ő még csak 9-10 éves volt, tehát semmiképpen nem vehetett részt ezekben az eseményekben. Így a nézőtérről. Esetleg a nézőtéren. Tehát én voltam az, aki ezekben a csapatokban játszott. Dress Mihály kvartettjében 1999-től 2001-ig játszottam.
Hát mondhatni, hogy én voltam a Lukács Mikinek az elődje, a mostani cimbalmosának az elődje. Igen. Nagyon érdekes volt az a világ is, nagyon szerettem. Ott választás elé álltam igazából 2001-ben. Választanom kellett, hogy vagy az Állami Népi Együttes, vagy a jazz cimbalmozás. És hát azért akkor is az autentikus népzene azért közelebb állt hozzám. Úgyhogy az Állami Népi Együttest választottam. Megint ide tértünk a népzenéhez, de a gitárművésznek is a feladatot szeretnék adni. Nyilván te voltál érintett ebben is, de hadd idézem, én nem annyira ismerem ezt a csapatot, az amerikai Hawk and the Hacksaw. Tökéletes kiejtés. Az túlzás, de valami, tehát félelmetes. Hát ez valami metázene, vagy mi a sólyom és a fűrész. Sólyom és fűrész, ugye? Ráadásul fémfűrész, ugye, a Hacksaw. És ez valami tényleg valami nagyon kemény, durva zene? Nem, abszolút nem. Ez egy nagyon érdekes formáció, mert átadhatom Gerinek akár. Én kaptam a feladatot. Geri kapta a feladatot. Tessék. Szóval ez egy amerikai házaspár, akikről van szó. Az nem derült ki a mai napig, hogy melyikük a sólyom meg a fűrész. Én sejtem. Hát nekünk is vannak tippjeink, és hát ilyen nagyon lelkes zenészek, a hölgy hegedül, az úriember Jeremy pedig harmonikázik, és igazából Balázs kapcsán vettük föl velük, illetve azt hiszem, hát, ők kerestek meg téged. Így van, ők kerestek meg engem, és a lényeg az, hogy egy érdekes produkció született, ebből játszottak a Cimbali Band egyik lemezén is, közreműködtek. Ami nagyon nagy kuriózum az, hogy két amerikai, Albuquerque-ből, New Mexico-ból, Új-Mexikóból magyar népzenét, balkáni népzenét szerettek volna játszani, és hát a lényeg az, hogy ők el is kezdtek ezzel foglalkozni, több magyar és balkáni zenésszel felvették a kapcsolatot, tanultak tőlük, és ennek kapcsán kerültünk velük kontaktusba, és játszottak is a Fekete Tó című lemezünkön, ez egyik számban közreműködtek, aztán pedig volt egy nagy közös koncertünk is a Somló Hangja Fesztiválon 2010-ben, egy nagyon jól sikerült koncert volt, amire ők is hoztak vendégeket még Amerikából, volt egy trombitás, volt egy derbukás, valamint a Heather Trost és Jeremy Barnes, a hegedűs és a harmonikás, és ami még hozzátartozik a dologhoz, hogy egy héttel ezelőtt Ravennában vendégszerepeltem az ő duójukkal. Egy ottani fesztiválon, Transmissions fesztiválon, és hát tehát még a mai napig is tart ez a kapcsolat, mondhatni. Ilyen jellegű műsorban nyilvánvalóan nem hagyható ki, hogy azért tényleg bejártátok Európát, illetve a világot. Szedtetek emlékeket elég rendesen, gondolom, emléket. Akad, igen. Hát, Japánból vannak érdekes történetek. Hát így Európában ugye ott, mit tudom én, nincsenek ezek a nagyon nagy különbségek meg. 2012-ben jártunk Japánban, egy ottani világzenei és táncfesztiválnak a megnyitóján oda kértek föl minket, hogy zenéljünk, és egy, hát majdnem másfél hetet töltöttünk kint, a legészakabbi Hokkaidó szigeten, ami, tehát ugye Tokióban leszálltunk, ugye ott még kicsit megvan Európa. Aztán utána egy másik gépre felszálltunk, elmentünk északra, a Hokkaidó szigetre, és akkor ott azért belecsöppentünk az igazi Japánba. Hát kezdődött azzal, hogy hát mondtuk, hogy igen, hát 28 órát repültünk. Utána még buszoztunk, vagy 12-t, vagy ennyit. Kellemes kis út, igen. Hát, hogy úgy csipegetnénk már valamit, hogyha ha lehet. Én meg a repülőtére vettem egy zöldtát, mondom, ez jó lesz. Hát ugye ott kezdtem el ismerkedni a japán ízekkel. Tehát itthon mondjuk egy poshat víznek gondolnánk azt, amit én ittam. Ott ilyen nyakra főre itták azt a zöldtát, tehát azért voltak ilyen fenntartásaim, hogy lehet, hogy és én nem szeretem a halat. Na most a város, ahova megérkeztünk, Hakodate, ez volt a kis központunk, ahol voltunk ez a... Ez egy halászváros. Ez egy halászváros, és a városnak a jelképe egy óriási ilyen, nem tudom, tintahal. Na most én meg ugye megérkeztem ebbe a városba, úgyhogy nem szeretem a halat, hát jól fogok itt lakni igazából. Tehát itt az első este akkor így megvendégelnek, és mondták, hogy hát, hogy pizza. De jó, drága, jó Isten, bepizzáztunk, és akkor másnap kezdődött a fekete leves.
Hát csak, hogy így érdekességeket mondjak, hogy most zenélgettünk ott is, de inkább ez ilyen kis kulturális érdekesség, amit mesélek, hogy voltunk egy tradicionális szállóban, tehát tényleg ilyen japán tatamin aludtunk, mindenki hajbókolt, és ilyen, tehát ez a, nem tudom, hogy hívják ezt a, hát próbálkoztunk, igen. Gellért a hegedűsünk az direkt kipróbálta, hogy ahányszor meghajol, vajon viszonozza a japán, hogy tízig eljutott, és mindig akkor viszonozta a japán. Jolta föl. Igen. Amúgy nagyon érdekes, hogy a japánok borzalmasan tisztelik a munkát, tehát ez már abból kiderült, hogy amikor leszállt a repülőnk Tokióban, akkor ugye egy kis kamerán, illetve van egy ilyen kis monitor ugye az ülésben, és ott mutatták, hogy mi folyik kint körülöttünk, és akkor körülbelül egy 20 perces tisztelgés volt a repülőgépnek, mert hát ez mégis tengeren túlról jött, Franciaországba jöttünk, és integettek mindenki ilyen munkavédelmi sisakba, tehát nagyon mindenki. Tehát a munka az náluk nagyon szent, ami egy teljesen jó. Meg az a fogadtatás szerintem. Azért, az mekkora volt? Igen. Kimentünk a repülőgépből, és úgy vártak minket, hogy a magyar himnuszt játszott a harmonikán egy japán harmonikás, úgyhogy igen, tehát kicsit sajátos volt a felfogása, de felismertük, hogy ez a magyar himnusz. Úgyhogy nagyon. Ja, meg hát tehát ez, ami itthon elképzelhetetlen, hogy hát megálltunk a busz megállóba, hogy az egyik reptérről átvigyenek a másikra, és akkor ott vannak ilyen számok a földön fölfestve. A jó Isten, és az első, aki megérkezett az egyesrel, a második a kettesre, tehát nincs tolakodás. Van ám fegyelem. És akkor van az egy L, az az egyes luggage, hogy oda kell rakni az egyes embernek a táskáját, a kettes oda, és akkor szépen felsorakoztunk. Úgyhogy ott nem volt tolakodás, tehát ha én a négyes voltam, negyediknek szálltam föl. Na mindegy, visszatérve a tradicionális szállóra, nagyon éhesen megérkeztünk oda. Egy nagyon kedves sofőrünk volt, azt hiszem Takayuki-nak hívták. És fontos ember. És 60-nal mentünk, körülbelül 200 kilométeren autópályán. Tehát, hogy de ő 60-nal ment valamiért, igen. Ő neki az volt a tempó, úgyhogy de a vasúti sineken is úgy ment át, tehát az arra ő be volt áll, és akkor ugye ment az ugra-bugra. Megérkeztünk borzalmas éhesen, mondták, hogy nagyon bőséges vacsora bőséges, lesz. Tradicionális vacsora. Tradicionális vacsora. Halacska, mondom, minden. Pita. Na nem. De, hát mondom. Nem volt ilyen egyszerű az eset. Na most fölmentünk ugye a szobánkba, leraktuk a cuccot, ugye kerestük az ágyat, ja nincsen, tatami van, ugye mondták, fölvettük a kis kimonót vagy köpent, nem tudom, hogy hívták. Rám persze jó volt a kimonót. Kettőből próbáltam egyet összerakni, de az nagyon jött össze. Igen, tehát én voltam a határeset, aki még... Ja, Gerire pont jó volt a japán méret. Na, és akkor mondták, hogy hát akkor vacsora. Drága Isten, megyünk le, csillog, villog, minden. Körülbelül ekkora tál, mint ez az asztal, mindenki előtt. Drága jó Istenem. Leülök, melyik az étel? Nem tudtuk beazonosítani, tehát, hogy mi micsoda. Mi lehet? Színes volt minden, vagy mi tele volt egy asztal valamivel, nem, de nem tudtuk, hogy mi micsoda. Ételek voltak rajta, egy ekkora asztal, hát mondom itt, aha, ott van egy kis snidling. Egy ekkora snidling volt, amit be tudtam azonosítani. És akkor voltak ilyen kis tálacskák, és akkor így belenézek az egyikből, mert drága Isten, hogy bálna szem van benne. Tehát ilyen számomra ugye borzalmas dolgok voltak, hihetetlen, és volt ott egy kísérőnk, akinek meg így látszott, hogy folyik a nyála, hogy úristen, ezeket a falatokat nem láttam 20 éve, ez egy királyi lakoma, és hát volt egy kis papírcsákó, alatta egy bunzenégő, és a csákó tele volt vízzel, ugye emiatt nem égett el, és abba kellett megfőzni a dolgokat. És akkor így mondták, hogy itt így pakoljuk oda. Hát én a kis nidlingeket így megfőzögettem, és akkor megettem, aztán megkérdeztem, hogy merre van a legközelebbi bolt. McDonald's? Nem, az akkor még nem volt McDonald's. Unger Geri, a japán szakás, nyissatok majd egy üzletet. Jó, legyetek kedvesek. Aztán voltak különlegességek, például ugye a... Szólok. Jó, szólok. Ugye van a sushi, amit talán itthon is ismernek az emberek, és esetleg meg is tudnak enni. Na most az ottani kinti sushi azért az keményebb. Tehát ott ugye ezt egy ilyen algába rakják, ugye rizs van benne, meg valami idegen hal.
Meg ugye pálcikával kell felszedni, azért az is egy művészet volt nekünk, tehát most ezt szúrjuk, vagy hogyan történjen. Tehát annak nagyon tengeríze van, aki szereti, annak nagyon ajánlom, hogy menjen ki Japánba, és ott az igazi tengerízt megérezheti, Hakodate-ban. Na, visszatérve a sztorira, tehát a többiek elköltötték a vacsorát. Én... Na hát azért ez túlzás. Hát úgy csipegettek, na. Amit feltett az idő a vacsora mellett, igen. Igen, volt még az, hogy krumplipüré, mondták, hogy mashed potato, krumplipüré. Hát mondom, az jó lesz nekem, most ott csak ez a csicsókánál is édesebb, nagyon édes krumpli. Nagyon frankó lehet. És a sót azt nem tudtak adni, mert nem használnak sót, ami persze megint teljesen jó. De hát az megint ugye a krumpli püré, tehát hogy jó hagymás krumpli vagy valami, azt gondolná az ember, hogy akkor úgy neki megyünk, tehát az se sikerült. Én elmentem egy boltba, és mondom, veszek valami péksütemény. Most a péksütemények olyanok, hogy volt egy ilyen pizzaszelet, szerűség, borzalmasan édes, tehát nem is tudom mihez hasonlítsam itthon, egy ilyen, hát mondjuk... Gasztroangyal. Szegény Gerit, nem szabad ám mindig ilyen helyekre, Japánban hát mondjuk ilyen helyekre, hát nézd meg milyen sovány, hát sose érjük mondjuk egy aranygaluska ízű pizzaszelet, tehát kell elképzelni, ilyenek voltak a boltban. De mondjuk ott sikerült venni 2 literes műanyag flakonos viszkit, amúgy, tehát az... Megoldott a problémát, kérem szépen, na ez a lényeg. Az azért kuriózum volt, tehát az, és valami, hát nem tudom, az ásványvíznél egy picit volt csak drágább. Nem volt drágább. Azért szakmázunk egy kicsit, de fejezd be a sztorit, és utána szakmázunk egy kicsit, mert fontos a közönség, és én magam is nagyon érdeklődő vagyok, ráadásul én önálló estre készültem veletek kapcsolatosan. Jó, szóval legnagyobb szakmai kihívás külföldön, Bali, arról mondj nekem. Legnagyobb szakmai kihívás? Igen. Hát mondjuk Iwamizawa-ba, Japánban. Csináltál? Iwamizawa-ban. Azt mondom, hogy igen. Megénekeltetni a japán közönséget, az mindenképpen nagy szakmai kihívás. De azért volt rengeteg ilyen, tehát volt olyan hogyha még Japánnál vagyunk, eleve az, hogy Japánban címbalmot szerezni. Tehát a repülőn lehet szállítani címbalmot, de nagyon-nagyon komplikált, tehát azért egy ilyen, itt lehet látni a címbalmot, azért ez egy elég súlyos hangszer, ennek van egy nagy faládája, és akkor túlsúlyt kell fizetni a repülőn, tehát azzal általában csak a probléma van. Pont én előttem eljártam 2000-ben Japánban a Magyar Állami Népi Együttessel, és akkor össze is törték a címbalmot, ami akkor ki lett véve, tehát... Nem túl szerencsés, de tagja vagyok a Címbalom Világszövetségnek, és ezen keresztül sikerült szerezni attól a helytől, ahol játszottunk, attól 300 kilométerre, tehát egész közel sikerült szerezni egy címbalmot, és hát az sokkal olcsóbb volt azt kölcsönözni, mint mondjuk egy saját címbalmot kivinni. Szólóalbumod több is jelent meg, a Címbali Bandnek ugye itt van egy lemeze, mégpedig a Best of Címbali Band, ezt mutatom is. Ez hány dal tartalmaz, hány nótát tartalmaz, hány dallamot tartalmaz, hány feldolgozás, saját szerzemény? Hát, ha felén fordítod, akkor meg tudom mondani a pontos számot, hogy hány dal tartalmaz, azt hiszem 9. De szerintem meg 10. 10, akkor 10 számot nyertem, tartalmaz. Megnéztem. Hát van rajta tényleg azért, ez egy ilyen kicsit egy ilyen összefoglaló jellegű lemez, de újra felvettük az összes számot. Tehát a célunk igazából annyi volt vele, hogy az alatt hát most már 8 éve működik a zenekar, de a zenekarban volt 2-3 tagcsere, és emiatt most már lassan 4. éve stabil a keret a Címbali Bandben, és hát a régebbi számokat ezzel a felállással még egyszer sem vettük föl, nem rögzítettük stúdióban, és emiatt készült el a Címbali Band Best of Címbalikum lemeze, és hát... ez egy ilyen, mondhatni, hogy egy sikersztori, mert nagyon-nagyon szeretik az emberek ezeket a régi számokat, főleg az új hangzással vegyítve. Régi számok, tehát a Best of Címbali Banden hozzáférhető, nagyon remélhetőleg. Tehát most beszéljünk az újról, ami közeljövőben és 2013-14-nek a termése, egy új lemez, illetőleg egy koncertsorozat kezdődik, lemezbemutató koncertsorozat. És itt van az, amikor én az önálló este elkészültem, és szeretnék elmondani valamit. Hát remélem, hogy nem sikerül majd elrejteni a titkot. A Címbali Band
alapján egy kis parafrázis ma este. Úton vagyunk, vár ránk a világ. Úgy, hogy a balatoni nyaralónál, ott túl a vizen, hétfőn, jöjjünk össze, és Habiszti Gusztival, aki szeret, a hullámvasúton dúdaljunk a Vidám Parkról. Ez a cimbaliben szerzeménye, így van? Ez egy igazán érdekes próbálkozás volt. Ez a 11 darab számnak a címe, ami a Vidám Park című lemezünkön van, ebből készült az Imrének ez a gyönyörű verses összeállítása. Nagyon jó sikerült. Hát jót írtatok, hát így könnyű nekem összerakni a nóták címeit, mármint a daloknak, a műveknek a címeit, és tényleg itt van, kérem szépen, nálam megnéztem, 11 dal szerepel rajta valóban. Ennek valamit a körülményeiről, a megszületés körülményeiről, és utána már lassan majd konferáljuk is a következő műsorszámot, és ha nem is az egész cimbali band, de rövidesen Unger Balázs és Unger Gergő duója következik, de akkor mondjuk a koncert sorozat, a lemezbemutató koncert sorozatnak a születésének a körülményei. Arról is fogunk a lemezbemutató koncertről is beszélni, nem sokára, csak előtte akkor a lemezről egy kicsit. A Vidám Park című lemezünk, ez egy kicsit olyan vizekre elvezünk ezzel a lemezzel, amin eddig még nem jártunk, saját szerzemények vannak rajta, 90%-ban én írtam a szövegeket és a dalokat is, a maradék 10%-a mellettem Unger Gergő produktuma, úgyhogy egy kicsit lazábra vettük a dolgokat. Ezen a Best of Cimbali Band lemezen, az előző lemezünkön, ezen van kettő feldolgozás is, ami az egyik egy Emi Rulez feldolgozás, Hajós András zenekarának a Hello Tourist című számát dolgoztuk föl, érdekesen egy kalotaszegi hajnalival vegyítve, valamint a Kis Csillag zenekar, Lovasi András zenekarának a Ha én lennék a szerelmet című számát, azt pedig egy széki sűrű tempóval vegyítettük, és így ennek az egésznek a sikerén felbuzdulva készítettük ezt az új lemezt, ami már nem az, hogy könnyű zenei dalokat dolgozunk föl, hanem mondhatni úgy, hogy saját szerzemények, és bele van csempészve azért a népzene, és hát ami nagyon fontos dolog, hogy továbbra is az előtérben van a cimbalom mindenképpen, sőt a középpontban van a cimbalom, és ő játssza a főszerepet igazából a muzsikában. És hát most csak ketten fogunk játszani, de április 25-én a Művészetek Házába Gödöllőn, ahol bemutatjuk majd a Vidám Park lemezt, ott leszünk heten, és még lesznek vendégeink is, a Talamba Ütő Együttes, valamint a Fricska Tánc Együttes, és Bede Péter szaxofonon, és hát várunk oda is mindenkit sok szeretettel a Cimbali Band Vidám Park lemez bemutatójára. Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Kedves közönségünk, kedves televíziónézők, tehát Unger Balázs és Unger Gergő dúója következik, fogadják őket szeretettel, és további tartalmas jó szórakozást kívánunk. Thank you.
Zúrért testvérek! Tisztelt televíziónézők, kedves közönségünk itt a Szadai Faluházban, folytatódik a Derűlátó című műsorunk, mégpedig meglepetés vendéggel. Hölgyeim és uraim, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vécsei László országgyűlési képviselőt, aki 16 éve polgármestere Szada településnek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm, polgármester úr! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást! Foglaljon helyet mi nálunk. Engedje meg, hogy először is azzal kezdjem, hogy mivel 16 éve polgármestere a településnek, egy fogalmat olvastam, mégpedig, hogy szó szerint idézzem, gyümölcstermő Szent Szada. Tetszik tudni, hogy nyilvánvalóan tudja, hogy honnan származik hallottam, az elnevezés. Én meg csak róla. Arról hallottam, és csak összeraktam valahogy, hogy hát nyilvánvalóan a gyümölcsöt termelnek Szadán, mert gyönyörű kertjeik vannak, de ez azt is jelenti, hogy ez az egész Pest megyére érvényes, vagy országosan így ismerik ezt a települést? Az én 16 éves polgármesterségem az semmi ahhoz képest, hogy ez az elnevezés, ez mikor keletkezett. Köszöntök mindenkit, a kedves jelenlévőket, szadaiakat. Velem együtt nagyon jól tudjuk, hogy ez honnan ered. Már a 17. század környékén voltak olyan feljegyzések, amelyek Szadának a gyümölcstermesztő kultúrájáról, zöldségkultúrájáról szóltak, borkultúrájáról, és hát ez gyümölcstermő Szent Szada, ez egy ilyen rigmus volt itt a környéken, és a különböző települések, környező települések nem a legjobb fényben vannak feltüntetve ebben a rigmusban, de a vége az, hogy gyümölcstermő Szent Szada. Tehát ez egy nagyon régi és tehát valós tartalmú elnevezése a községnek. Ráadásul utána néztem, a szó jelentése, a jó tudom, ajtó, bejáratot jelent. Mennyire befogadó település Szada? Mert jó, hát buta kérdés azért, mert ugye lokálpatrióták szervezik ezt az estét, és ráadásul ugye az a tervünk, hogy minden egyes műsorba azért itteni kötődésű lokálpatriótát szólaltassunk meg. Egy gyors történeti áttekintés, az első feljegyzések a tatárkorszak, tatárjárás előtti időkről szólnak, akkor az ős település, az ős falu, az valahol ott a Sződrákospatak forrásvidékénél volt. A tatárok elpusztították a községet, többszöri újraélesztés, újabb és újabb betelepülési hullámok után végül is a mai napnál tartunk. Hát, hogy mennyire betelepülő, 1990-ben 2000 körüli lakosság számunk volt, most pedig 4800. Ön Gödöllői születésű, budapesti születésű? Gödöllőn születtem, a gyerekkorom első részét Szadán töltöttem, mert hogy szadai volt a család, tehát 8 éves koromig itt éltünk, utána költöztünk át Gödöllőre, a gyerekkorom második részét Gödöllőn töltöttem, és aztán rövid fejszámolás, 28-29 éves koromban tudatos felnőttkori családi döntés révén Szadára jöttünk vissza. De egyébként azért bejárt Pestre, mert úgy tudom, a Szent László gimnáziumba járt, és aztán később mérnöki hivatást választott, pontosabban ezt tanulta ki. Így van, Szent László gimnázium, nagyon sokat köszönhetek a gimnáziumnak. Ez egyébként egy, tehát nem a lokalitástól való elszakadás szándékával történt, hanem a gödöllői iskolám, a Petőfi Sándor iskola, nagyon sokat köszönhetek annak az iskolának is. Ott indult Magyarországon, ha jól emlékszem, akkor a 70-es, 68 körül az első számtantagozat, és az első számtantagozatos osztály a legnagyobb bánatomra a szüleim beirattak. Nem bántam meg azóta sem, tehát most már elismerem, hogy a szüleimnek igazuk volt, jól tették, hogy ezt tették, csak hát ilyen kis törés volt a gyerek életemben, és ennek a szerves folytatása volt az, hogy a Szent László gimnáziumba mentem, mert ott egyes, tehát én emelt szintű matematika tagozat volt, és én matematika tagozaton végeztem. Jaj, de olyan jól szembesülhettem bele, hogy majdnem minden férfi ember, 50 fölött már, nem sokkal, mindig beismeri, hogy igen, a szülőknek volt igaza. Hamarabb megmondom, hogy nem nagyon tesszük ezt meg. Lehet, ez így van. Ilyenkor, ez így van. Én is jócskán 40 elmúltam már, amikor rájöttem el. Egyébként a családról mi az, ami elárulható, publikus? Azt tudom, hogy önnek 4 gyereke van, de... Így van egy húgom, uh-huh.
És egyébként a családban mindig szokás volt ez az 5-6 gyerek. Tehát igazából generációkra visszatekintve ilyen sok gyerekes család volt mindig a szokás, a bevett szokás a családban. Hát a második világháború után, az 50-es évek meglehetős keménységgel bántak a családdal, tönkretették a családomat. A gyerekkoromra ez a bizonyos osztályidegenség, ez rányomta a bélyegét. Tehát elég gyorsan szembesültem azzal, hogy a családon kívül azért nem feltétlenül csak a szeretet, a jó indulat, a bizalom és a segítőkészség van. De utólag ezt is látom, hogy nagyon jót tett nekem. Tehát nagyon korán megtanultam bizonyos dolgokat az életről. Ezért is értékelődik fel az ön életében is ezek szerint, hogy a családi összetartás mennyire fontos. Egyébként is fontos, de ebben a helyzetben különösképpen, hiszen a 60-as években volt ugye gyerek. Hogyne, hát a család, mivel az édesapámék, a édesanyám generációja még népes család volt, én azért ott nagyon jó mintákat láttam. Tehát még külföldről, az ország más részeiről is összejártak. Gyerekként az ember mindig örömmel sertepertél a felnőttek körül, még a zavarja is őket, és ami leszűrődik a gyerek fülbe, az később nagyon fontos tapasztalattá válhat. Miután most már elég sok helyen kijelentették azt, hogy a hit az nem magánügy, hanem ad idézek valakit, egy neves idegsebész orvos, de inkább nem mondom a nevét, mert esetleg most a mostani politikai helyzetben esetleg párosítják, hogy biztos azért hozzuk szóba. Tény az, hogy egy nemzetközi hírű idegsebész főorvos azt mondta, hogy nem csak, hogy nem magánügy, hanem a legfontosabb közügy a hit. És én szembesültem vele, közös ismerősünk, dr. Bár Miklós püspök úr, püspök atya, láttam egy fotót, hogy a két kislány, jól emlékszem, Lilian. Igen, két pici lányom, Lilian és Zsófia, igen. Zsófia, hogy megáldotta a két gyereket, valamilyen apropó ünnepség. Egy barátoméknak a keresztelőjén voltunk Versegen, egy gyönyörű középkori eredetű templom szépen rendbetéve, és mivel 10 keresztelő volt, ezért bátorkodtak meghívni a püspök urat, aki ezt nagyon szívesen elfogadta, annál is inkább, mert Szent Miklós a védőszentje a templomnak, a versegyi templomnak, és akkor itt tudtam találkozni püspök urral, akinek egyébként nagyon sokat köszönhetek a korábbi életemből is, a szentségi házasság megkötésében nagy segítségemre volt. Úgyhogy én örömmel vettem a meghívást is, és a lehetőséget is, hogy püspök úrral találkozzak. De a kérdésre visszatérve, ha ez kérdés egyáltalán, hogy ez, mi is az a hit. A múlt héten abban a szerencsében volt részem, hogy Jókai Anna, amikor meghívtuk, Kossuth Díjas írónő volt, aztán mire odaért hozzánk, addigra már nagy Kossuth Díjas írónő is volt, és az ő hát nem is tudom, előadásán vehettem részt egy nagyon kellemes, kedves társaságban, és ez megint rávilágított nagyon plasztikusan, ahogy ő tud fogalmazni arra, hogy mi is az a hit, meg hogy hit nélkül van-e, lehet-e, érdemes-e. Tehát azt mondta, hogy az élet nagy kérdéseiről volt éppen szó, azt mondta, hogy a végállomás, ahová mindannyian elérünk, az tulajdonképpen nem végállomás, hanem egy átszállóhely. És e köré épült fel a gondolat. Na, hát azt gondolom, hogy a hit alapozza meg az embernek a mindennapjait, a hit alapozza meg az embernek a reményét, hogy van értelme, hogy nem véletlenül születünk oda, ahová születünk, nem véletlenül kapjuk azokat a feladatokat és nehézségeket, amelyek szembe jönnek velünk. Mindenből tanulnunk kell valamit, mindenből valamit meg kell tanulnunk, és hát ennek az átszállásnak valószínűleg éppen az az értelme, hogy ezt a tanulni valót, ezt a tudásanyagot elsajátítottuk-e, magunkévá tettük-e, és akkor hát zökkenőmentes az átszállás, ha pedig kevésbé voltunk jó tanítványok, tanulók, akkor valószínűleg problémáink lesznek.
Nem is a vallási gyakorlatot szeretném én ezt tovább fűzni, hanem itt a privát beszélgetésben egy néhány perccel ezelőtt szóba hoztuk az egyik nagyvárosnak a polgármesterét, és ő fogalmazott úgy, hogy mikor megkérdezték arról, hogy hát miért ilyen külső dolgokkal foglalkozik, mint hogy a belvárosnak a szépítése, vagy éppen karácsonykor, talán akkor volt abban a városban először igazi karácsonyi kivilágítás. A következőket mondta el egy interjúban nekünk, hogy hát ha nem tudom elhitetni a néppel, a városom lakóival azt, hogy érdemes itt élni ebben a városban, akkor hogy várjam el, hogy ő becsületesen ott dolgozzon? Azt nézi, hogy, hogy mikor lehet innen leghamarabb elmenni. Ön a saját településén, itt a, ugye mondtuk 4800, közel 5000 fő lélekszámú településről van szó, hogy ez mennyire fontos, hogy igenis el, nem is elhitetni, hanem olyan intézkedéseket kell hozni, hogy itthon érezze magát valaki, és legyen értelme annak, hogy, hogy itt tevékenykedik, itt dolgozik. Ez meggyőződésem szerint kölcsönös kell, hogy legyen. Tehát egyrészt a közösségnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy, hogy otthont nyújtson azoknak, akik ezt a közösséget választják. Másrészt viszont nyilván azok is, akik otthont keresnek, nekik is alkalmazkodniuk kell a közösséghez, és hát ki kell alakítani azokat a viszonyokat, viselkedési szabályokat, normákat, amik minden élő közösséget valódi közösségé tesznek. Hát régen is azért úgy volt, még évtizedekkel ezelőtt is, sajnálom is, hogy ez szokás kiveszett, hogy, hogy mondjuk a templomba fölöltözve mentek az emberek, vagy újabb keltű példát, valamikor még a színházba is felöltözve mentek az emberek, sőt, még a moziba is átöltöztek, és kicsit rendbe tették magukat, tehát meg kell adni azért a módját külsőségeiben is nyilván annak, hogyha valami különleges dolog történik, vagy különleges dolog részesei vagyunk. Én azt gondolom, hogy az otthonná válásnak, az otthonnak, otthonnak tiszteletet adunk azzal, hogyha külsőségekben is fölhívjuk a, az otthon lakók figyelmét arra, hogy most valamilyen ünnep közeledik, hiszen az ünnep attól ünnep, hogy egy kicsit különbözik a hétköznapoktól. Izgalmas dolgot említett meg, mert engem is, de nagyon sok barátomat, ismerősömet zavarja az, hogyha egy nagyon fontos ünnepi eseményre nagyon vegyes öltözetű embereket látom, azt mondja, elveszik a ünneplésemet, az örömömet, úgyhogy majd a most következő sztár vendégünk véleményére is majd kíváncsi leszek. Egyébként engedje meg, polgármester úr, hogy ilyen nagyon naív módon hadd kérdezzem meg, hogy mitől vonzó Szada, mert hogy én bevallottam itt a kedves televíziónézőknek, kedves közönségnek, hogy 14 éve erdőkertesen lakom, és tényleg szeretek itt lakni, és jól érzem magam itt, hogy mitől vonzó, mert sokan költöznek ki Budapestről, talán még mai napig is, de volt egy hullám, amikor gondolom, hogy Szadát is érintette, hogy Pestről, a fővárosból, sőt más távoli településről is ide költöztek. Több hullám is volt, ezt már a beszélgetésünk elején is említettem, több betelepülési hullám is volt, és nagyon tipikus dolgot említ szerkesztő úr, aki átmegy Szadán a főúton, a Szadából semmit se lát, semmit se ért, vagy legalábbis nagyon keveset. Ahhoz, hogy Szadát meglássa, megértse valaki, ahhoz le kell menni a főútról, lehetőleg be kell vetődni a mellékutcákba, a dombokra, és hát egy kis időt el kell itt tölteni. Hát ennek a községnek szeretni kell, ott kezdődik, hogy miért lehet szeretni. Kell tenni egy kört, meg kell nézni a zöldbe boruló domboldalakat, meg kell nézni a forrásokat, patakokat, egy kicsit bele kell hallgatni a csendbe, egy kicsit járkálni kell a dombok között, meg kell nézni a mezőket, föl kell nézni az égre, nagyon tanulságos, szerintem Székely Bertalan, a mi híres, nevezetes nemzeti történelmi festőnk, szerintem az égbe szeretett bele. Én mindig a festményein a szadai jegeket vélem fölfedezni, tehát ezek az árnyékok, ezek a fények, ezek a színek, ezek az árnyalatok, ezek csak itt vannak. Hát a községnek azt a gyönyörűségét, szépségét, a hangulatát, a fényét, az illatát, ezt ha ezt valaki megérzi, és nem szeret bele, akkor nem itt a helye. De ha valaki erre ráérez, akkor viszont biztosan otthonául választja. Tanúsíthatják az itt jelen lévők? Ha igen, akkor ez így van. Én csak megerősítem, hogy a
Derülátok című műsorsorozat második állomás ez a mostani, és az első vendégünk Kis Gergő volt, pontosan a dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok vízilabdázó, és hasonló gondolatokat mondott el ebben a székben, hogy annyira vonzó a dombok, a zöld. Akkor hosszú távra tervez, ugye, polgármester úr? Mindjárt Isten kezében vagyunk. Ameddig ember tervezhet, igen, én soha nem akartam Szadát elhagyni, soha nem is fogom elhagyni. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és sok sikert a családi életében is. Köszönöm szépen. Közösség vezetése köszönöm életében szépen. Is. Most pedig azt hiszem, nem marad más tisztem, mint az, hogy már is szólítom azt a művészt, akit úgy konferáltunk be, hogy a ma este sztár vendége. Hölgyeim és uraim, Horgas Eszter fuvola művész. A Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett művész szólítom. Fogadják szeretettel. Horgas Eszter! Kezét csókolom. Kezét csókolom, Isten hozott. Parancsoljon, foglaljon helyet mi nálunk. Hát, muszáj vagyok újból mondani egy mondatot, mert nem volt tiszta, kedves kollégáim szerint sem. Hadd mondjam már pontosan ezt a címet azért, ha már egyszer kapott valaki ilyen érdemrendet, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett művész köszönhetünk most. Úgyhogy, na most azért nézek a sugógépemre, mert itt vannak számadatok. De majdnem, hogy meggyőződésem, hogy ezzel felsorolom, akkor kedves művésznő azt mondja, hogy hát azért már nem annyi van, már nem 25 CD-m van, meg nem tudom, nem 3 DVD-m van, meg az elmúlt nem tudom hány évben nem 6 hatalmas koncertet adtam, illetve a 6 hatalmas koncertemet közvetítette a közszolgálati vagy a valamelyik nagy televízió, hanem ez a szám már változott. Természetesen, mert igenis nagyon-nagyon termékeny, állandóan, csak ha fölhívom, akkor bocs, de most éppen tanítok, ma például így volt, és most már menti is magát a művésznő, mert nem akart koncertet adni ma este. Mert nem is tud, ugye, mert kísérő nincsen, de tényleg ma is tanított, ugye egész. Igen, reggel 10-től így van konzervatóriumban tanítottam, és akkor, mivel állandóan szól a telefonom, ezért néha már tényleg azt mondom, hogy gyorsan. Nem nagyon kell visszaidézni, mert aki tiszteli és szereti a művésznőt, szinte, ha nem is kapásból, de tudja, a mai internet világában pedig meg tudja nézni, hogy mikor diplomázott és mióta a zeneművészeti iskolának a tanára. De azért ejtsünk néhány szót a szülőkről feltétlenül, hiszen a kitűnő költő az édesapja Horgas Béla, és az édesanyja pedig Levendel Júlia író. Így van. És ami számomra érdekes, még nekem is bekattantak bizonyos dolgok, hogy a kedves édesapja kitűnő költő volt, sok-sok verset írt, de gyerekverseket így is. Van, így ugye? Van, így van, így van. Hát mi egészen fantasztikus helyzetben voltunk, 3 testvérem van, és tényleg ezt mindig úgy szokták is kérdezni, hogy hogy jött ugye a zene, meg egyáltalán művészetek, és azt mondtam, hogy hát nem kellett, hogy jöjjön, mert ebbe születtünk tényleg bele. Tehát, ahogy szokták mondani, az anyatejjel szívtuk magunkba mind a négyen a művészetet, és hát apu pedig tényleg valóban rengeteg mesét írt, meg hát ír is, most csak most már az unokáknak, és verseket is, és természetesen rajtunk tesztelte elsőként, hogy ez működik-e, vagy hogy, meg mi, nagyon meg is lettünk volna sértődve egyébként, hogyha valaki más hallja először, és hát ez csodálatos dolog volt, és olyan fantasztikus baráti körük volt a szüleimnek, akik folyamatosan jöttek hozzánk, hogy tényleg hát mi állandóan könyörögtünk már kis óvodásként is, hogy hadd ne kelljen lefeküdni este, hogy még hallgathassuk őket, mert hát ilyen, tehát lángelmény, tehát Csóri Sándortól, Őrsi Istvántól, Nemes Nagy Ágnestől, tehát ilyen egészen fantasztikusan okos és édes emberek, úgyhogy hát így könnyű startolni. Azt szoktam mondani, és ez tényleg így is van. És rosszul emlékszem, hogy a Ádám, aki most jelenleg színházi rendező, az önöccse, így van. Ő
volt társszerző egyik gyerek versnél, mert utóbb az Ádám, amikor kicsi, hát mindig, hát ugye ilyen szerepek vannak, nem tudom, hogy biztos a közönség körében és a családban nálunk legalábbis úgy kialakultak, hogy ki ilyen, ki milyen. Na most az Ádám, az én öcsém, őről mindig azt mondták, hogy ő biztos, hogy bohóc lesz, mert hihetetlenül sok mindenhez volt, nagyon nagy tehetsége. Tehát ő gyönyörűen rajzolt is, úgyhogy az apu, amikor írta ezeket a mesekönyveket, illetve még ugye a Hungarotonnál ilyen rendes lemezek, nem mint most ilyen kis CD-k, hanem akkor tényleg volt ilyen felület, és akkor például az öcsém készítette el a borítót, mint gyerek művész, tehát ő nyert is, akkor ilyen országos rajzversenyen, tehát csodálatosan rajzolt, és hát mostanra meg színházi rendező lett belőle, éppen a múlt héten volt premierje, a Dzsungel könyvét újra rendezte, és borzasztóan nagy sikere volt, igen, most már is jön föl Budapestre, és nagy színházba fog Macbethet rendezni, meg szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretik a színészek is őt, meg hát azt hiszem, hogy egy fantasztikus, tehetséges valaki. Én magam is dolgozom vele együtt, közösen egy összművészeti tábort vezetünk, és hát nagy-nagy közös vágyunk, hogy egyszer létrehozzunk egy ilyen összművészeti iskolát. Akartam szóba hozni egy idétlen szójáték, hogy szeret túrázni. Hát ennek a neve ugye a partitúra összművészeti Balatonfüreden. Így van, most negyedik alkalommal fogjuk nyáron. Nagy sikere volt tavaly is, most pontosan mikor lesz? Most augusztusban, augusztus 10-től 20-ig fogjuk majd megtartani, és hát iszonyatosan sokan jelentkeznek, pályázatot is mindig kiírunk valamilyen témakörbe, és hát tavaly is több száz pályázat érkezett, képzőművészet, irodalom, zene. És hát szerintem ezek borzasztóan jó dolgok, mert én magam is emlékszem arra, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalokat motiváljuk. Tehát, hogy amikor vannak különböző ilyen műsorok, vagy beszélgetések is, hogy jaj, hogy milyen nagy problémák vannak a gyerekekkel, én azt gondolom, hogy nincsen velük probléma. Az a probléma az lehet, hogyha nem találják, hogy merre, hogy. És mondjuk például egy ilyen kurzus, az szerintem olyan szinten megmozgatja őket, és hát nem csak szerintem, mert meg is élem, tehát mindig nagy sírás, rívás van, amikor vége van a kurzusnak, hogy senki nem akar hazamenni, és most akkor azt tényleg nem lehetne így tanárnő, tehát hogy maradjunk így együtt. Szóval hogy ezek általában nagyon jól sikerülnek. Hát azért is, mert én nekem az nagyon fontos szempontom, hogy nagyon-nagyon figyeljünk a gyerekekre. Tehát szóval az egy dolog, hogy a szakmát tanítani, hogy fontos dolgokat az előadó művészetről itt már a 21. században, hogy azt szerintem egészen másról szól, mint a 20. században, és ahhoz, hogy sikeresek legyenek, rengeteg mindent meg kell tanítani. De az is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, mint emberek, mint gyerekek, akiknek problémáik vannak, hogy hihetetlenül keresik önmagukat, ugye ez a 15-től 25 éves korban rengeteget változnak, meg fejlődnek, és akkor ezzel velük együtt tudjunk változni és segíteni nekik. És hát ezek nagyon jól működnek így nyáron, meg fantasztikus körülmények között tudunk dolgozni, mert egész Füred városa nagyon segít minket, úgyhogy most elfoglaltuk ott az Anna Grant báltermétől kezdve a wellness hotelig, éjszaka wellnessések is vannak, és fürdőzések, Városi Múzeum, a Vasari Villa, a Kisvesz, az végig már a zeneiskoláig miénk ott ilyenkor az egész utca sétány. És hát nagyon-nagyon szeretnek, és tényleg ez nagyon fontos, hogy a bemutatókor is mindig dugik telt ház van, és hát fantasztikusan érezzük magunkat. Hát a gyerekek ugye igazi személyiségformálás kapnak, hiszen kitűnő segítői társai vannak önnek, tanárok. Persze, hát mindig olyan művésztanárokat viszek le, meg mindig igyekszem olyan témákat kitalálni. Most is már elkezdtünk azon dolgozni, hogy az idei nyárnak majd mi legyen a koncepciója, ami nagyon-nagyon megmozgatja a gyerekeket. Ez a hála kategória, kedves művésznő, hogy önnek is eszébe jött, hogy kiktől tanult, és kik foglalkoztak önnel, ugye Kurták György, vagy Rados Ferenci, sorolhatnánk még. Hadd említsek azért még egy nevet, nekem számomra nagy kuriózum volt, hiszen jól tudom, hogy jazz és ragtime zene, ennek a szeretője, nagy-nagy művelője volt, a Jean-Pierre Rampal. Igen, és igen. Önnek volt alkalma, ráadásul nem csak, hogy tanulni, hanem föllépni vele. Igen, ugye, többször igen, is? Igen. Hát szerintem, hogyha
létezik ilyen, hogy előző élet, akkor én nagyon-nagyon jót követhettem el, mert én általában úgy élem meg az életemet, mint valami jutalomjáték, szóval, hogy annyira csodálatos és fantasztikus művészekkel, emberekkel, mesterekkel hozott össze idáig az én jó sorsom, hogy tényleg nem tudom én, tehát nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok érte. És hát ebbe beletartozik, hogy amikor engem felvettek a Zeneakadémiára, akkor nagyon hamar, már tulajdonképpen a felvételén itt volt egy svájci, de magyar fuvolaművész, az Adorján András, akinek nagyon nagy neve van a szakmában, és már ő így nagyon kiszúrt engem, és aztán volt egy nagyon nagy nemzetközi verseny, és egyedül Magyarországról én jutottam be, és nekem igazából ott kezdődött el a karrierem, tehát hogy így nagyon hívtak mindenhova, tehát a fesztiválzenekartól az Állami Hangversenyzenekarig, Liszt Ferenc Kamarazenekar, az, hogy én már ilyen 19 éves korom óta koncerteztem, és hát aztán valóban így van, hogy a jó sorsom Jean-Pierre Rampart is az utamba hozta, mert a Liszt Ferenc Kamarazenekar meghívta őt, mint szólista, és akkor én éppen dolgoztam velük, és hát ő rögtön persze kiszúrt, akkor kurzusára is kaptam ösztöndíjat, meg hát tényleg, tehát ilyen igazából azt kell, hogy mondjam, hogy 19 éves korom óta inkább az volt mindig a kérdés, hogy miért maradok itthon. Tehát, hogy annyira sokfelé hívtak, és ösztöndíjakkal, és segítséggel, és szeretettel, és fantasztikus szakmai lehetőségekkel. De hát volt nekem egy nagyapám, sajnos, hogy ő már volt, mert borzasztóan kötöttem hozzá, és nekem egy kicsit ilyen szellemi minta, és ő Levendel László orvos professzor, aki ugye nem művész, és ő mindig azt mondta magáról, hogy botfüle van, de minden koncertemen ott ült a 7. sor szélén, és tehát olyan nem fordulhatott elő, hogy ő nincsen ott, és egy annyira fantasztikus ember volt, tehát olyan, tehát szinte azt kell mondjam, hogy ilyen naívan jó ember, tehát hogy ő neki, azt mondom, a temetésen több ezeren voltak kint, de ugyanúgy ott voltak a hajléktalanok, mint a legfelsőbb művészek vagy politikai vezetők, mert valami olyasmit tudott, amire szerintem borzasztóan nagy szüksége van ennek az országnak, hogy úgy tényleg úgy összefogni, és hogy azt, hogy magyar vagyok, azt ilyen pozitív és értékként megélni. És én miatta se, én nem tudtam azt megtenni, tehát hogy nálunk az a családban az a hitvallás, hogy nem véletlenül születtünk ide Magyarországra, nem véletlenül vagyunk magyar emberek, és hogyha ez a sors, akkor itt kell ebben az országban olyat teljesíteni, és hát ugye pont Aldi Meola nevetett nagyon, mert hogy ott is ez volt, hogy na jó, akkor most ő elvisz a Carmen bemutatója után, mondta, hogy akkor feküdjek be a bőröngyébe, és akkor megyünk New York, szóval most ez így elég volt, tehát nagyon szép ez a magyarság öntudatom, de hogy kimegyünk szépen Amerikába. És hát akkor így mondtam neki is, hogy nem, és akkor aztán ugye ezt meg is írt a sajtó, meg mindenki ezen nevetett, hogyha ugye a Mohamed nem megy a hegyhez, akkor majd a hegy jön a Mohamedhez, és tényleg valahogy így van ez, hogy szóval ma már hála jó Istennek annyira nyitva vannak az országhatárok, hogy lehet jönni-menni anélkül, hogy valaki elhagyná a hazáját. Ha már készültem és említette Aldi Meolát, akkor hadd idézzek tőle pontosan csak néhány mondatot, hiszen egy hosszú interjúban mesélt önről, hogy milyen nagyszerű volt a találkozásuk. Azt mondja, nem tudtam róla semmit, kaptam CD-ket, aztán csak hallgattam, és azt éreztem, hogy elképesztően tehetséges, mondta ezt önről, és megláttam a róla készült képeket, most tessenek figyelni, önök most ezt tanúsíthatják, és nagyon magával ragadó jelenség, hát köszönöm szépen, valóban így van. Még egy dolgot azért hadd idézzek, hiszen ő és Carmen, hát ez szinte bejártam, mondhatom, kis túlzással a világot. Tehát ez nem akármi. Ez a szakmának nem a csúcsa, de mégiscsak egy hatalmas mérföldkő, nem? Hát nekem ez egy fantasztikus élmény volt, szóval én ugye abszolút tulajdonképpen egy ilyen klasszikus, hagyományos utat jártam. Zeneiskola, utána a konzervatórium, és aztán rögtön felvettek a Zeneakadémiára, tehát én 18 éves koromban már zeneakadémista voltam, és hát mivel mindegyik zenekar tényleg foglalkoztatott, tehát a legjobbak
amit meséltem az előbb a Liszt Ferenc Kamarazenekartól a fesztivál zenekarig, tehát úgy nézett ki, hogy akkor én is ugye egy ilyen hagyományos, nagyon sikeres, klasszikus utat járok be, akkor már rendszeresen koncerteztem is, tehát szólóműveket is, meg egy hárfás hölgyel, ki ma a Zeneakadémia rektora, Vég Andrával is megjelent több lemezünk, és tehát úgy nézett ki, hogy ez egy olyan, amit már úgy sokan járkáltak előttem, utat szépen én is járom végig, és aztán egyszer csak úgy elkezdett bennem nagyon mocorogni valami, és ez a valami, ez pedig arról szólt, hogy tehát az eredeti fuvola irodalom az nagyon szűk, nagyon hamar a végére lehet érni, tehát tulajdonképpen a fuvolát egyáltalán nem arra találták ki, amire én használom, vagy most már ugye az utódaim is majd remélem, tehát hogy ez nem egy szólista hangszer, tehát ellentétben a hegedűvel, vagy akár a cimbalommal, vagy zongorával, tehát se az irodalmunk, se a hangszer karaktere nem erre szánta talán a sorsa, és aztán én bennem pedig annyira mocolgott mindenféle, tehát például a műfaji határtalanság is, tehát hogy én azt éreztem, hogy én nem csak Bachot, időzőjelben mondom, nagyon a Csakkot, mert nagyon szeretem, de hogy nem csak Bachot vagy Mozartot szeretnék játszani, hanem mindent, tehát hogy annyiféle zene szólt bennem, és akkor Londonban, amikor kint voltam, akkor találkoztam én először ezzel az úgynevezett crossover irányzattal, ami azt jelenti, hogy valamiből létrehozni valami újat, ami egészen mást. És a crossoverségnek az egyik legjobb dolga az, hogy nincsenek műfaji határok. Tehát, tehát el kell sajátítani azt a képességet is, hogy nem csak klasszikus zenét, hanem hogyha éppen úgy adódik, mert egy koncepcióhoz az kell, akkor tudja játszani jazzt is, vagy tudja játszani könnyű zenét, vagy akár, tehát nekem a 25 lemezben a magyar slágerektől kezdve a világslágerekig, az abszolút klasszikus művektől, Debussytől, a Ravel boleróján át, a Csikorát, a Piacoláig, tehát nagyon széles ez a repertoár, és én ezt iszonyatosan élvezem. Tehát, tehát hogy én úgy megtaláltam magamat ebbe a szabadságba. És a Carmen bemutatója 2003-ban, amikor ugye megtelt a Budapest Aréna, és én azt hittem, hogy elájulok ott, tehát hogy egy fúvalával, akkor tényleg ott több mint 10 000 ember tele, és ott a főpróbán mondták, hogy nincs már jegy, és így néztem körbe az arénába, és mondom, hogy tessék, tehát tényleg az ember így szédült meg. Meg hát ilyen fantasztikus élmény volt, és akkor ennek a sikere, illetve tehát akár Aldi Meola visszajelzése is azért volt fantasztikus, mert hát egyfelől, mert nyilván nagyon jó érzés a siker, de másfelől meg azért, mert hogy azért ez nem volt könnyű váltani idézőjelvel. Tehát, hogy azt mondani, hogy akkor én mégse ülnék be a Liszt Ferenc Kamarazenekarra játszani, akkor én mégse ülnék be a fesztivál zenekarba, hanem akkor én most elindulnék a saját utamon. És hát ennek egyáltalán nem örült a szakma először. Tehát, hogy nagyon sokan mondták, hogy nagyképű vagyok, hogy nekem semmi nem elég, hogy én mindig csak a tortáról a habot akarom levenni. Tehát, hogy éreztem, hogy új, ebből akkor most mi lesz? Tehát, hogy volt egy biztos egzisztencia, egy sikeres kezdet, és akkor egyszer csak hazajövök Londonból, ahol ugye találkoztam ezzel az irányzattal, egyébként egy John McLaughlin koncerten voltam, aki indiai zenészekkel, Zakir Hussainékkel játszott, egy csodálatos este volt, tehát így potyogott a könnyem, és azt mondtam, hogy ez az, tehát, hogy el kell indulnom. És hát nem volt könnyű. És akkor 2003-ban, amikor egy világsztár is azt mondta, hogy ez az, és egy nagyon erős visszajelzés, majd az ő is Carmen, az már tulajdonképpen a Carmen folytatása volt, tehát mi tovább gondoltuk, hogy mi lenne, ha újra föltámasztanánk a Carment, és az, hogy az 2 hét alatt platina CD lett, és tényleg, tehát hogy ezek nekem azért nagyon-nagyon fontosak, mert azt mondja a... Tehát visszaigazolják azt a belső hangot, hogy na, akkor jó úton jársz, tehát menned kell. Mert azért sokszor voltak kételyek, hogy most én tényleg esetleg ennyire makacs vagyok, vagy ennyire csak a saját fejem után megyek, és hogy ebből akkor hogy lesz, meg mind lesz, és akkor ott voltam 2 kisgyerekkel, és akkor mi lesz, hogyha ugye a szakma kitaszít. Szóval azért voltak nehéz pillanatok, és tényleg a 2003-tól van ez a... Hello világ, tehát hogy ilyen hihetetlenül jó és boldogságos történetek, tényleg egyik a másik után, tehát szóval hogy ez alatt az időszak alatt, 2001-től tényleg ez a 25 CD, ugye most karácsony
amiről jelent meg a Talamba Ütő Együttesen ez a 25. CD, és ez magam számára is egy Atya Úristen, szóval, hogy annyira pörög minden, és annyira csodálatos dolgok, és zenészek, és művészek, most éppen a cimbaliben beszéltük meg, hogy akkor valamit kéne csinálni, tehát, hogy ilyen tényleg egyik tehetséges csapat a másik után, külföldiek, hazaiak, és hát ez borzasztóan fincsi, és jó dolog. Hát igen, ebben... Ebbe csodálkozott bele a kedves közönség is, meg jó magam is, hogy azért hát otthon érzi magát benne. Hát ez ezért nem véletlen például, hogy a Neves ugye a popzenész, ugye nincs műfaji határ. Igen. Neves popzenész is, szóval a Nat King Cole-nak a lánya. Igen, Natalie Cole-val is. Igen. Hát az is egy fantasztikus dolog volt, mert tényleg én, szóval nekem ezek a dolgok, higgyék el, hogy tényleg olyan, hogy én még mindig belül ugyanaz a kis Horgas Eszter vagyok, aki iránycsodálkozik a dolgok, de tudom, hogy eltelik az idő, és tényleg borzasztó nagy sikereket, meg teltházakat, meg arénákat tudok magam mögött, de valahol az ember a lelkében, biztos ezzel önök is így vannak, hogy nem, tehát nem változik. És akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy ott állok egy aréna közepén, dugik tele közönség, és akkor a Natalie Cole felkonferál engem, és ott együtt játszom vele, az a Natalie Cole, akinek ennyi idős koromtól hallgattam, ugye karácsonykor a családban még az ő karácsonyi CD-jét hallgattuk, és egyszer csak, és akkor tényleg ilyenkor mindig azt mondom, hogy Jézusom, csípjenek már meg, és ez komolyan így van, tehát, hogy ezek tényleg meseszerű dolgok, vagy hát Aldi Meolával is, szóval ez akkor, konzis voltam, középiskolás, és akkor emlékszem, hogy mentünk ki Hollandiába a barátnőmmel, és az ő párja vezetett akkor, és hát ugye mentünk a Strádán, és akkor szólt az Aldi Meola, meg a trióval, ugye a Paco de Lucía, Aldi Meola, John McAfee CD, és üvöltettük a kocsiba, és mondjuk nekem valaki akkor oda azt mondja, hogy figyelj, pár év múlva vele fogsz játszani az arénába. Aha, persze. Szóval, hogy ezek hihetetlen élmények, tehát, hogy... Egyrészt az jön szembe, hogy olyan kicsi a világ, máshol szembe pedig pont ez, amit itt az előbb mondott, hogy tehát az álmainkat, meg a vágyainkat, meg azt, hogy igenis kiköveteljük magunknak az élettől azt, hogy otthon érezzük magunkat abban, amit csinálunk, és mindegy, hogy mit csinálunk. Tehát ha fuvalázunk, az a jó, ha gyógyítunk, az a jó, ha tanítunk, az a jó, ha csak édesanyák vagyunk, csodálatos. Tehát, hogy szerintem mindegy, hogy mit csinál az ember, csak pontosan ez, hogy ezt megtalálja, hogy otthon vagyok. Tehát, hogy azt csinálom, ami a dolgom, amire jogosítványt kaptam a Jóistentől, vagy amihez tehetségem van, és azt szerintem ez a legnagyobb kaland, és a legnagyobb dolog, amit egy ember el tud érni az életében. Hatalmas nagy kalandokat. Így van. Csak címszavakban, mert hogyha a Pullai Arénát idézzük, vagy a mexikói turnét, igen, nem is sorom, hanem a Mauritius akár. Igen. Például, hát a Pullai Aréna az azért volt csodálatos, mert ott tényleg megtapasztalhattam azt, hogy egyrészt akkor már annyira tudtuk a Carmen, tehát sok előadás volt, hogy ott ezek a 3000 éves kövek, meg a tenger, meg fantasztikus közönség volt, szóval valami közösen ott megszületett, mert én a mai napig emlékszem arra a pillanatra, hogy hát ugye nagyon nehéz az technikailag a Carmen előadás, és mégis volt egy olyan pillanat, amikor tényleg miközben járt a kezem, és tehát nagyon-nagyon virtuóz az a darab, és közben mégis az az érzésem volt, mintha én is tudnám kívülről szemlélni az egészet, tehát hogy úgy történik. Tehát amikor az emberen, tehát végülis szerintem az előadóművészetnek ez a lényege, hogy olyan szintre tudjuk magunkat fejleszteni, hogy már a technikával ne kelljen foglalkozni, hanem tényleg oda tudjon állni az ember olyan tisztán a lelkében és a szellemében és szakmailag felkészülten, hogy azt tudja mondani, hogy itt vagyok, és akkor kérlek, Uram, hadd történjen meg rajtam keresztül valami, és ott ez nem is volt kérdés. Tehát mindenki játszott az egész szimfonikus zenekar, Meola, én is, és mégis olyan volt, mintha rajtunk keresztül megtörténne az, amiért tehát érdemes élni. Most ezek tudom, hogy ilyen nagy szavak, de hogy ez csodálatos dolog, mert ebben az ezekben az állapotokban az ember helyén van. Tehát ugyanez ez az otthonérzés, tehát hogy nincsen se félelem, se kételyek, csak tisztaság van, igazság van. És hát ez utána tényleg ez volt, hogy mikor vége volt az előadásnak, akkor 40 percen keresztül, tehát az előadás az másfél órás, és utána 40
percen keresztül állt a közönség, és egyszerűen nem engedtek el minket, és csak játszottuk a ráadásokat, és tudom, hogy szakadt már rólam a víz, mert 40 fok meleg volt, hogy nagyon-nagyon meleg éjszaka volt, és akkor lejöttünk a koncertre, és csak így már tapadt rám a kármáruha, és csak így azt üvöltöztem, hogy imádom a zenét, imádom a zenét. Tehát, hogy olyan hihetetlen élmény volt, és másnap sorba álltak a szállodába is az emberek. Szóval amikor tényleg úgy valami megtörténik, valami igazi dolog. Mexikó meg azért volt nagyon, nagyon klassz, az most volt egyébként 2 éve, mert én nagyon féltem oda kimenni, mert hát ilyen mindenféle rémsztorikat azért lehet ott hallani, és valóban ilyen érdekes élmények azért voltak, hogy mint én busszal mentünk át, ilyen VIP busz vitt engem, és akkor kinéztem, és újságárusnál azt láttam, hogy ilyen nagy újság itt ki van rakva, és az egyik oldalán én vagyok, a másik oldalon pedig ilyen levágott fejek, mert éppen a maffiában valamilyen hihetetlen drogháború ment, és tehát ezek azért félelmetes, vagy Monterreyben mondták, hogy eszem, tehát nem is lehetett kimenni az utcára, mert ott minden nap, naponta a drogháború miatt megölnek embereket. Vagy, tehát voltak ilyenek, amit lelkileg nekem nagyon, nagyon nehéz volt így megemésztenem, de 14 koncertünk volt, és tényleg ott mondjuk azért is jó volt, mert tehát saját jogon mentem, saját együttesemet vihettem táncosokkal, tehát sem Meula, sem Natálikó, se semki, hanem Horgas Eszter koncertek voltak, végig teleplakátozva egész Mexikót, borzasztóan nagy az ország, és tényleg mind a 14 koncert az én álló ováció volt, szóval egyszerűen ami hihetetlen élmény volt, tehát először, mikor így fölállt az egész színház, hát ilyen 2-3 ezres mediterrán színházak, meg ilyen hasziendákon játszottunk, csak ez eszméletlen nagy élmény volt, és akkor, amikor az első koncert után felálltak, akkor így jött, úgy elkezdtem sírni, mert tényleg megható volt. Másodiknál is, és akkor mit tudom, a harmadik, negyedik után kérdeztem a promotert, hogy itt Mexikóban ez így, ez a szokás, hogy így, mondták, hogy nem, egyáltalán. És aztán, hogy milyen ronda az ember, képzeljék el, hogy már így mondjuk a 8-9-10. Előadáson már az volt benne, hogy na. Hát igen. Beszéltünk az ön lányairól, szerintem óvodás korában szülhetett, mert lehetetlen, hogy már Anna 22 éves, 23 éves, 23, és a Lili pedig hát 15-16. Igen. Hát hasonlítanak önre, nem? Én láttam egy fotót, és fantasztikus, érdekes vonásai. Főleg a kicsi, azt kicsi, hiszem, de hát mind a ketten ilyen, azt hiszem, hogy vegyesek, tehát hogy ilyen, meg hát önmaguk. Szóval persze, biztos, hogy hasonlítanak, én már ezt úgy nehezebben látom, de úgy mások mondják, hogy igen. És, nem csak különre gondoltam én, hanem egyáltalán ja, a hát a
Abban is, igen. Abban is vegyesek. Hát a kicsi az nagyon különleges valaki. Hát most idén megnyert, második lett az országos énekversenyen, és hát még csak 16 éves, és azt mondják, hogy egy Mária Callas lakik a torkába. Köszönöm, hogy ezt ön mondta ki. Igen, hát úgyhogy most nekem is ez a nagy teher ám a tehetség meg az, hogy ő így nagyon-nagyon színpadra termett, de tulajdonképpen már kicsi kora óta ezt úgy lehetett tudni, csak azt nem, hogy pont a hangot. Hát szerintem az egyébként az előadom lesz egy csúcsa. Tehát, hogyha én tudnék énekelni, vagy ilyen hanggal születtem volna, mint a Lilisz, az tényleg elképesztő. Elképesztő nagy ajándék, az egy csoda. A nagy pedig, ő most már csinált egy saját színházi csoportot, és ő is ez az összművészet terén indult el, elvégzett egy színiskolát, de most egyetemet is, tehát egyetemi diplomát is, tehát magyar szakon, mert ő én rendező szeretne lenni, és mondtam, hogy hát ahhoz, hogy valaki rendezzen, rettenetesen. Kenyérére tör az Ádámnak? Nem tudom, szerintem soha nem törünk egymás kenyérére, tehát itt mindegy, hogy ki mit csinál, az kell megint csak, tehát hogy az így nálam, a saját gyerekeimnek is, meg a tanítványaimnak is ezt tanítom, és ezt is, tehát ahogy én is élek, tehát az embernek, amiről már itt szó volt, azt kell megtalálnia, hogy ő neki mihez van a legnagyobb tehetsége, és akkor azt viszont 100%-osan és a legnagyobb becsülettel és munkával. Úgyhogy hát ezt tanítom nekik is. Hát igen, én 20 évesen elkezdtem itt a nagybetűs életet, tehát például, amiről már itt szó volt, hogy ugye el akartak mindig vinni tanárok is, meg mesterek is, meg például ez is egy nagy döntés volt, hogy én 20 évesen ahelyett, hogy akkor éppen Japánba kellett volna mennem, oda mentem volna, férhez mentem, ami sajnos viszont nem sikerült jól. Tehát a két gyerek után, tehát 7 hónapos volt csak a Lili, 7 éves az Anna, amikor elváltunk, és hát ez egy nagyon kemény és rossz történet az életemben, mert hogy ugye mindannyiunknak nem csak sikerek, hanem fájdalmak, meg ütések is adódnak, azt hiszem, de hát nekem igen. Amit nagyon nehéz volt megélni, de például az, hogy tehát megszületett a Carmen, vagy ezek a nagyon nagy előadásaim, abba például az is benne volt, hogy fel tudtam állni. Tehát a nagyon-nagyon rossz történeteket azt hiszem, hogy sikerült megfordítanom. Tehát, hogy például rettegtem ettől, hogy a két, tehát azért egy 7 évesen meg 7 hónapossal egyedül maradni, az azért nagyon kemény helyzet volt. Tehát rendszeresen voltak olyan álmaim, hogy nem is mozog a lábam, és nem, tehát mozdulni nem tudok, meg fogalmam se volt, hogy ez most hogy lesz. Tehát akkor már azért indult a szóló karrierem is, tehát játszanom is kellett, hogy akkor, tehát most milyen, meg hát nagyon-nagyon meleg a szüleim, most 52 éves házasok lesznek júniusban, és tehát olyan szerelemben, hogy tehát az apám a mai napig szerelmes verseket ír az anyámhoz, most éppen egy pár hónapja mutatott egyet, és így potyogott a könnyem, és csak irigykedni tudom az anyámra, tehát egy ilyen tényleg. Tehát, hogy ebben nőttem föl, és nekem ez volt a normális. Itt voltam otthon. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy az ember esküdtesz, meg gyereket szül, akkor az így kerek a világ, és akkor nem sikerült, és az jött szembe, hogy nagyon-nagyon megingott az önbizalmam, hogy én jó anyuka vagyok-e, hogy minden, hogy jó nő vagyok-e, tehát hiába udvarolnak ilyenkor az embernek, megveszik körül, az egy borzalmas nagy trauma, tehát nekem legalábbis nagyon nagy volt, és hát rettenetesen féltettem a kislányaimat, és hát legalább akkor a büszkeségnek vagy dicsőségnek élem azt meg, mint a nagy bemutatóimat, hogy a lányaim jól vannak, hogy tehetségesek, hogy sikerült önerőből tényleg, tehát soha semmilyen segítséget én nem kaptam, tehát tulajdonképpen 20 éves korom óta magam tartom el magam, meg a gyerekeimet is, és hogy tehát hogy sikerült a Csonka családból mégiscsak egy valamilyen nagyon szoros és nagyon meleg ilyen hármast, és aztán 10 éve megismertem az új páromat, és vele együtt is, neki is van két gyermeke, tehát hogy például az, hogy mi annó, tehát
10 évvel ezelőtt el tudtunk menni úgy nyaralni, hogy a 4 gyerekkel többször is nyaranta, és akkor egy kicsit ugye visszajött az én gyerekkorom, amikor mi 4-en voltunk, és igaz, hogy ők nem édestestvérek, de mégis olyan, hát valahogy mégis visszajött ez a kis nyuszi fészek állapot, és ezek szerintem csodálatos dolgok. Tehát én a mai napig, amikor látok magam körül ilyeneket, és hát sajnos sokat látunk, tehát hogy ugye sokkal több házasság végződik válással, mint egyben maradással, akkor én mindig ebben, vagy ezt tudom így segíteni, vagy ebben erőt adni, hogy semmi se történik velünk véletlenül, és hogy igenis a dolgokat meg kell próbálni átfordítani, tehát azt a rengeteg fájdalmat, meg energiát átfordítani pozitív energiába. Tehát, hogy az ember már lemegy a mélyére a dolgoknak, meg tényleg meg alámerül a fájdalomnak, akkor onnan ugyanavval az erővel feljön, és hát nekem mondjuk rengeteget segített, hogy ott volt egy 7 hónapos, aki tehát a muszáj volt, meg ugye a 7 éves is nyilván, de hogy mindig azt szoktam mondani a Lilikének, mikor, hogy anya, de hogy bírtad, és mondtam, hogy hát úgy bírtam, hogy olyan voltál az életemben, mint egy napocska, tehát hogy kisütött, és egyszerűen, amikor pont összezuhanni kellett volna, akkor mégis én azt éreztem, ez egy olyan hihetetlenül jókedvű, édes, gyönyörű kislány volt, és rendszeresen úgy tanítottam, és mentem, hogy egy ilyen csövázas hátizsák volt, és akkor abban ült a Lilika, és akkor így mindig a kis puha kezével így ütötte a ritmus a hátamon is valahogy ilyen. Tehát teljesen olyan volt, mintha arra küldte volna nekem a Jóisten, hogy na, gyerünk, akkor álljál föl, és szedd össze magad, és hogy igenis arccal előre, és üssön ki a nap, és nem beleragadni a fájdalomba, meg hát tényleg nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez. Ennél csak egy nehezebb volt, amikor ellopták a mesterhangszeremet. De hát ezeket valamiért kapjuk, tehát muszáj vele megbirkózni. És mindig az tartotta bennem az erőt, hogy, és hát a mai napig, hogyha valamilyen nehezen megy, akkor mindig erre szoktam gondolni, hogy azért lehet imádkozni, vagy abban lehet reménykedni, hogy mindig csak akkora súlyt kapunk, vagy akkora feladatot, amit elbírunk, tehát amit el tudunk hordozni, és talán meg tudjuk oldani. Nagyon szép bibliai gondolatot mondott el, hogy az Isten nem enged meg felettébb terhet hordozni, csak annyit, amennyit mi elbírunk, és ő megadja hozzá az erőt. Ön is szerintem ezért fogalmazhatta meg, hogy ezeket átélte, és hadd idézzem megint pontosan önt. Hit nélkül nehéz felállni és megérteni, csak is egy felsőbb erőnek és önmagamnak kell megfelelnem. Ezt ön mondta. Átélte, azért mondhatta ezt ki, gondolom én. Igen, tehát tulajdonképpen nekem a szakmámban és meg a magánéletemben is tényleg egy olyan út jutott, ami nem volt kitaposott, tehát nem voltak mintáim, ugye, amiről szó volt, tehát a magánéletben abszolút nem, mert hogy a családunkban nem is volt válás, tehát hogy egyszerűen ez egy ilyen idegen helyzet volt. És a szakmában is, tehát az, hogy ugye nem ülök be a zenekarban, nem azt csinálom, amit mondanak a tanárok, hanem hogy valami mindig belül megszólal, és szerintem mindannyiunknak van egy ilyen belső hangja, és mindig pontosan kell, hogy tudjuk és érezzük, hogy mi az igazság, és merre kéne menni, csak sokszor talán lusták vagyunk, vagy félünk, vagy elbizonytalanodunk, vagy a körülöttünk lévő világ annyira hangos, hogy nem engedi hallani azt, ami az igazság. És szerintem ez a hitnek a lényege, hogy nem szabad azt hagyni, hogy lehalkítsák. Tehát, hogy már nem, tehát szerintem tudjuk, hogy merre. És az alázatra beszélgetésünk vége felé egy fölvezető gondolatot hadd mondjak el, kedves művésznő. Egyébként az ötlet az ő fejéből pattant ki, Orvas Eszter Fuvola művész fejéből, de nem ő a főszereplő. És most mondok neveket. Ágoston Katalin, Básti Júli, Botos Éva, Falusi Marian, Tompos Kátya, Pokornlia és Polyák Lilla, és természetesen az ötletet, aki kitalálta, Horgas Eszter.
Igen, most nagyon, belünk, hogy igen. Miről is van szó. Szóval ez a hét boszorka lesz, amiből idézett, és ennek a története annyi, hogy 2 évvel ezelőtt engem megkerestek, hogy a Margit szigeten készítsek egy Szent Iván éjszakai nagy bemutatót, és akkor az első gondolatom az volt, hogy mivel Szent Iván éj, akkor ugye az a szerelmesek éjszakája, hogy akkor Aldi Meolával készítünk valami nagyon szépséges, szerelmes, ugye nő-férfi előadást, és aztán a következő gondolatom meg az volt, hogy ez olyan közhelyes, tehát hogy ez olyan sokaknak eszébe jutna, hogy mi lenne, ha inkább a mesék birodalmába kalauzolnánk el a közönséget, és akkor jött nekem az, hogy hát, hogyha mese, akkor hogy valamilyen igazi női, ugye a boszorkák, a tűzugrás, ugye a Szent Ivánékor, és akkor abban az évben volt a Centrál Színházban nekem egy lemezbemutató koncertem, a Szeretni Bolondulásig, ez régi magyar filmslágereket dolgoztunk fel, és nagyon nagy sikere volt, és nagyon jóba is lettem ott a Centrál Színházban, nagyon jól éreztem magam, és az igazgatóval kifejezetten, a Puskás Tamással, és amikor elmondtam neki az ötletemet, neki borzasztóan tetszett, és mondta, hogy ő szívesen meg is rendezni, és akkor tulajdonképpen a 7 női alakot, tehát hogy ki legyen ez a 7 boszorka, azt már együtt válogattuk. Tehát Básti Júli, Pokornilia, Tompos Kátya, ugye a felsorolt művészek, Falusi Marian, Polyák Lilla, ne adjak ki senkit, Ágoston, Kati, Botosíva, tehát tulajdonképpen 8 boszorka van, mert mindig kell arra számolnunk, hogy esetleg valaki beteg lesz, vagy nem ér rá. És hát most már azóta rendszeresen, most 2 éve játsszuk ezt a darabot a Centrál Színház, Margit szigeten nagyon nagy sikerrel meg volt a bemutató, és aztán utána a Centrál Színház be is fogadta ezt, úgyhogy éppen most szerdán volt, de áprilisban is lesz, és Keszthelyre is megyünk, tehát nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon összeforrott ez a 7, illetve 8 boszi. A kísérőzenekar az én együttesem, a Clash Jazz Band, és hát tulajdonképpen ilyen világslágereket dolgoztunk föl, és az egész előadás arról szól, hogy egy ilyen divat bemutatóba csöppenünk, és akkor tulajdonképpen ez a 7 diva ilyen urbánosabb közegbe elmeséli, hogy mit is jelent neki a szerelem, a csalódás, a vágyak, hát mindaz, ami ugye a szerelemmel együtt jár, és hát imádja a közönség, és imádjuk mi is, úgyhogy ez egy jó vállalkozás. Mielőtt megköszönném, hogy elfogadta a meghívásunkat, én elsősorban azt köszönöm meg, hogy a Derűlátók című műsorunk hangulatához kellően illeszkedett, és nekem az jutott eszembe, hogy önnel kapcsolatosan ezzel a derűvel, amivel ön itt megjelent, hogy többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van. Hát köszönjük, hogy ezt szolgálta ma este. És most már tulajdonképpen arra kérem, hogy ön döntse el, hogy erre egy búcsú reagálással, mert mondok egy néhány fogalmat, amit önnek kapcsolatosan megfogalmaztak, de önre feltétlenül jellemző. Horgas Eszter fuvolaművész legfontosabb fogalmai. Türelem. Gyöngétség. Engedés. És léleksimogatás. Igen, hát én valóban ezt gondolom, hogy nekünk a előadó művészeknek ez a dolgunk, hogy megsimogatjuk az önök lelkét, szóval ez nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez egy nagy dilema, hogy mi is a dolga a művészeteknek, vagy ma egy előadónak. És hát én ehhez a táborhoz tartozom, mert ugye vannak, akik azt gondolják, hogy a művészet az arról szól, hogy tükröt mutasson, tehát hogy megmutassa, hogy milyen gyarlók vagyunk, meg mennyi fájdalom, meg diszonancia van, és annak is persze éppen úgy helye van, és nagyon elgondolkodtató, és az nagyon fontos, hogy az ember gondolkodjon, de hát annak is helye van, és nagyon fontos, hogy örömet okozzunk, és azokat a sok-sok kis feszültségeket, meg görcsöket, amiket kapunk így mindannyian az élettől, meg a hétköznapoktól, azt egy ilyen előadás kapcsán, hogy kicsit ki lehessen engedni. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen, hogy itt volt. Hölgyeim és uraim, Horgas Eszter fuvolaművész volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
szép! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Horgas Eszter! Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, kedves közönségünk, ez volt a Derülátók műsorsorozat második része. Lesz harmadik rész is, mégpedig április 25-én, közvetlenül húsvét után, pénteken este, szintén várjuk ide önöket a Szadai Faluházba. És akkor pedig a sztárvendégünk Sasvári Sándor lesz. A Sasi, így van, kérem szépen, fogadják majd őt is szeretettel. Addig is minden jót önöknek, a legközelebbi viszontlátásra. Thank you.